A bácskai zsíros földek mellett van, aki a bánáti szikes talajon kénytelen boldogulni. Mészáros Tibor teheneket tart és dohány termeszt. Azt mondja, számára a legnagyobb gond a kifizetéssel van. A bővítésen már nem gondolkodik. Mindenki már csökkenteni kellene, nem bővíteni a munkát, hát olyan sok a munkát, ha most ez a fiatalabb gyerek, de hát ez még, ha már annyit járt iskolában, ne jöjjön ide ezt csinálni, menjen csinálni azt, de ha besegít, ennyivel még elbírunk, ennyit elbírunk még birkozni, de kis segítséggel, de ha már fogy itt az erő, meg ezt is addig lehet csinálni, még lesz egészség. Ha az egészség elvesz, akkor nem ér semmit se, akkor abba ki, hogy hagyjuk. Aztán akkor most vagy kapunk nyugdíjat, vagy nem kapunk nyugdíjat, valahogy majd csak megélünk. Mind kellene javítani? Hát én szerintem legjobban most ez az állam olyan, amilyen ez az állam. Ez ilyen volt mindig, már mindig itt éltünk, hogy ez a kifizetés rendszeresebben lenne. Mert mi most mondjuk átadtuk a dohány december 28-án, azt még tavaly dolgoztuk le azt a dohányt. Még pénzt nem kaptunk egy dinár se. Azt rá volt írva a papírra, hogy 90 napra rá kifizetnek. Most már lejárt a 90 nap, de nem fizetnek bennünket. A tejet is átadjuk. Két hónappal le vannak maradva a fizetése. Tehát olyan van, hogy február-március nincs kifizetve. Az visszamenőleg ki van fizetve, de az ez a kifizetés nagyon, nagyon nehéz kifizettetni. De az elektrovolyódina, meg ezek, akik mind tartozunk, meg ez a telefon, meg mindent, ezek nem sokat játszanak mi velünk. Minket nem fizessük ki 20-áig vagy időben, minket lekapcsolnak. És akkor nincs telefon. Ha a villanyos bácsi az jön, mondja, hogy tartozik ennyi pénzzel. Vagy kifizeti most mindjárt, vagy kapcsoljuk le az órán. És akkor nincs áram tovább, és akkor ez a, nem úgy jön a pénz nekünk se, hogy mi is bírjuk fizetni, törleszteni a mi részünket. Akkor most ezt megcsinálták itt, hogy adtak ilyen segítséget, hogy a naftát kibírjuk venni 65 dinár. Ez nem rossz, mert 65 dinár, ez csekénység, ez az ár, ez jó, de időhön kötötte kivenni a bont, hogy kibírjuk venni, időhön kötötte, hogy kivegyük a naftát. Április 10-ig, ha nem vegyük, elveszik a bónunk, és hiába jár nekünk itt 340 liter nafta. Erre 10 hektár földre annyi naftánk jár most. Hát mi most kivettünk 200 liter, mennyi pénzünk volt? Nem volt több pénz, majd 10-ig úgy kell, hogy nézzük, hogy még legyen az a 140 liter is, mert nem mindegy 65 dinári venni a naftát, vagy 130 dinári a naftát, nem a 128-130 dinári a naftát. És ezen kellene változtatni, hogy mink is kapjuk időbe pénzt, akkor mink is bírunk időbe befektetni, és időben megbírjuk venni a vetőmagot is, műtrágyát is, mindent valamikor, hogy mink elvetünk mindent, májusban kellene szólni a műtrágyát, nincs pénz, majd csak júniusban kapjuk, akkor szórjuk a műtrágyát, akkor már terménykiesés van, nem bír az a termény lenni, amikor ha időbe csináljuk. Tibor a gazdaságos termelés érdekében korábban bővítette gépállományát. Kölcsönből vásárolt préselőt, azóta viszont másképp vélekedik, a havi részletekre ugyanis egyre többet kell elkülönítenie. Nem is volt ez rossz, ez az első év mondjuk, mikor ez beindult, akkor 70-80 euró volt a havi rátánk, és akkor mink rendszeresen minden hónapban fizettük. És ez bent is, de akkor tejnek az ára is 30 dinár volt, 30-32 dinár, mink itt 60 ezer dinárt kaptunk tejpénzt. Hú, a gyerek is elment dolgozni, hajtani, mondom, hová ment ez is oda, itt van a pénz, ezt kell csinálni, hát ez jó lesz, ez, ki ez a kölcsön, hát minden ez jó lesz. Egy év elmúlt, már nehezebb, lejjebb esett a tej már 24-5 dinárra. Még egy év elmúlt, még nehezebb volt, már akkor 17 dinárra adtuk a tejet. De ráta haladt félfelé, az ő pénzük haladt úgy, hogy már ott voltunk, hogy 80-90 euró, most már ott vagyunk a 100 eurónál, még egy évig kell fizetnünk. Körülbelül azt most már letudulódik ez a dolog, úgyhogy ilyen kölcsönben többet nem menjünk bele. A fejőgépet már önerőből vásárolták, teszi hozzá Mészáros Mária. A háziasszony korábban kézzel fejt, csak nemrég érkezett meg a gazdaságba a gép, amely nagy segítség. Fő feladatom a tej. A tejnek a elszűrése, tárolása, elvivése a fölvásárlóhelyre. Hát ez. Hogy adnak a tehenek mennyi tejet, és hányat fejnek most? Most fejünk 6-ot. 2 elapasztottunk, és hát ezek nem olyan különös valami faj tehenek, ez ilyen hazai, és hát mikor leellenek, akkor ugye többet adnak, 24-5-6 litert, mikor később mindig fogy a tej. Most ettől a 6 tehéntől mennyi jön össze naponta? Hát be olyan 80 litert viszünk, meg a háztól, amit elhordanak.
hát hol mennyit van, hogy több, 10-12 litert el szoktunk adni naponta a háztól. Érdemesebb háztól eladni a tejet? Hát idáig 40 dinári adtuk a tejet, és hát biztosan, hogy érdemesebb, mert bent kapunk érte 26 dinár pár parát, meg plusz az 5 dinár támogatást, és így házul csak jobban többek ilyen. Meg hát ide vannak szokva, akik hordják, meg vannak elégedve, és akkor nekünk is jó, mindjárt van egy kis konyhára való, meg hát ők is meg vannak elégedve, akik hordják, én szerintem. Mivel fejik a teheneket? Van fejőgép, majd meg is lehet, itt van mellettünk. Fejtünk kézzel is, csak az már most a múlté. Na, sokkal könnyebb géppel fejni. Mikor tértek át a gépi fejésre? 2 éve. 2 éve? 3 éve? Pontosan már most. Nem tudom megmondani, hát, de sokkal könnyebb. Áldom azt az embert, aki kitanálta a fejőgépet. Mészárosék nem kapnak területalapú támogatást, mert a nyugdíjjárulékot nem fizetik. Dohánytermesztők révén viszont jutottak némi állami pénzhez. Dohánytermelők voltunk, most akkor azoknak járt ez a termény. De a nyugdíjalapot még nem fizettük, mert én mikor itt abban vállalt tönkrement én állom. 25 év, 7 hónap, 19 napon volt beírva a munkakönyvbe. És bementem, hogy van ilyen bírórádának hívjuk mink, hogy adjanak munkát, mondom, vagy adjanak egy nyugdíjba. Azt mondja, nem lehet 45 éves vagy fiatal ember, vagy nyugdíj nincs. Hát mondom, akkor munka. Azt sem nem lehet, azt mondja, mert öreg vagy. Hát jó, van, akkor hazagyítünk, azt elkezdtük ezt csinálni. És akkor bent a betegbiztosítást azt kell, hogy fizessük, mert az múlt évben ez azt mondja, és leesett a kocsiról, zárat voltuk, ha ezt a izét, azt leesett, azt összeverte magát, kezét eltörte, mindent bekerült a kórházba. Nem fizettük egy darabig ezt a betegbiztosítást. Este bevitték a kórházba, röggel 9 óráig 48.000 dinárt kifizetni, vagy kiteszik a kórházba, mert annyi betegbiztosításunk volt. Akkor mind a mérgezett pockok úgy szaladgáltunk a pénzé, hogy meg legyen befizetni, hogy helyre gyűjjön. És akkor ez a bálné volt itt, ez egy kardélyi bálné, ez volt az adóhivatalban, azt mondja, hogy ki, hogy fizessem én a nyugdíjalapot. Mondom, én nem fizetem a nyugdíjalapot. Mert volt itt, aki fizette, vállalati munka után fizette, és akkor aztán, mire odaért arra az időre, hogy ment el nyugdíjba, akkor azt a földműves pénzt, amit befizetett, azután kapta a nyugdíjat. Kevesebbet kapott, mintha nem fizette volna a nyugdíjat. Hiába lőtt 40 évje, volt, aki 25-30 éve elment vállalatiba, azt többet kapott, mert vállalat másképp fizette ezt a nyugdíjalapot, másképp törlesztette. És akkor még nem fizettük ezt a nyugdíjalapot, de betegbiztosítást ezt kell, hogy fizessük, mert most már, hogy én is mindjárt 60 éves vagyok, csak egy kicsi az 60. És itt fönt áll a lehetőség, hogy én is beteg leszek, ez is be, és akkor kell, hogy orvoson menjünk. Habár nem sok mindent annak, de csak annak valamennyit ebbe a betegbiztosítás. A bánáti gazda a tüntetésekkel kapcsolatban elmondta. Ezt meghagyja a nagyobb termelőknek. A parasztok egyébként április 24-éig adtak ultimátumot a mezőgazdasági miniszternek, hogy visszaállítsa a területalapú támogatási rendszert. Amennyiben az agrártárca nem módosítja döntését, a termelők április 25-én az utcára vonulnak, és újabb országos tiltakozásba kezdenek.